Anonymous, de szeretek utazni a képzelet szárnyán. Megyek is, és felpattanok egy vasparipára. Ki alkotta meg a gyerekvasutat? 1947-ben vetődött fel először a gondolat, hogy építsenek egy olyan vasutat Magyarországon, ahol gyerekek látják el a forgalmi és kereskedelmi szolgálatot. Több helyszín közül végül a Budai-hegység mellett döntöttek. Talán ez volt a legnehezebb és a legszebb választás, nem? Úttörő vasútként kezdte meg a működését. Az úttörővasút építését nagy lendülettel kezdték meg, amikor szovjet példanyomán Csillebércen az úttörőtábor alapjait lerakták. A fővárosi üzemek munkásai és a tanuló ifjúság több ezer órás úgynevezett önkéntes munkafelajánlással járult hozzá, hogy alig több mint 3 hónap alatt elkészüljön az első pályaszakasz, és megépüljenek az állomás épületek. Ezzel megteremtették az összeköttetést a fogaskerekű és az úttörőtábor között. Alig kezdték el az építést, amikor elhatározták, hogy 3 építési ütemben meghosszabbítják a vasút vonalát, a mostani végállomásig, Hűvösvölgyig. 1990 után is ugyanúgy gyerekek üzemeltetik ezt a vasutat, akkor már az úttörőszövetség nélkül. Idén kerültünk be a Guinness Rekordok könyvébe tavasszal. Sehol máshol a világon, ahol gyermekvasutasok szolgálnak, nincsen ilyen komoly vonatforgalom, ilyen komoly járművekkel, illetve egész évben folyamatos üzemmel. Tehát ebben egyedülállóak vagyunk a világon. A szülők mit szólnak ehhez általában? A szülők nagy része is volt gyerekvasutas, vagy volt úttörő vasutas, sőt már van 3 generációs vasutas család is, ahol már a nagyszülő is volt úttörő vasutas. Annak idején én is utasként jártam itt először, a szüleimmel nagyon sokat kirándultunk, tehát már alig vártam, hogy 4. osztályos lehessek, és a tanfolyamot elkezdhessem. És talán inkább azt mondanám, hogy sokkal többet kaptam, mint amennyit vártam, hiszen kívülállóként kevésbé tudja az ember elképzelni, hogy mi vár majd rá a szolgálatokban. Főnök úrnak jelentem, Bújdosa Anna, pénztáros szolgálatra jelentkezem. Jó reggelt, Anna, nagyon szépen köszönöm. Mi volt az a mese, amivel megszeretted a vonatokat? Emlékszel? A Thomas. A Thomas. Hát igen, a Thomas az elég jó. Amikor először láttam vonatot, akkor meglepődtem, hogy nem hasonlít egy kicsit sem, ami a Thomasban szerepel. Tehát nem az volt, amit vártál. Igen. Nem egy olyan álomszerű dolog ez, nem? Hogy... De, nagyon jó. Úgy igazából minden jó itt, szóval, hogy ami gond volt az iskolában, az itt most nincs. Csak van valami, amire hát visszaemlékszel szívesen, és mondjuk csapkodod a térdedet, hogy az milyen vicces mondjuk volt. Mondjuk az egyik téli túra. Na? Hát most így konkrét, ez eléggé hosszú, de... és bonyolult is. Akkor nem tudjuk meg? Hát nem. 14 évesen gondolom kiöregettél. Elmentél az életbe, valamit kanyart írtál le,
Ki vagy te itt most tulajdonképpen? Jelenleg én nevelő tanárként és állomásfőnökként dolgozom a gyermekvasúton, illetve a gyermekvasutas tanfolyamon a kereskedelem tantárgyat tanítom. Valóban azt szokták mondani, hogy aki egyszer vasutasként, gyerekvasutasként kezdte, annak a szíve örökké visszahúz ide, ez velem is így volt. Így a tanári végzettséget szereztem, és utána kerültem ide vissza a gyermekvasútra. Amúgy nem vagyok ezzel egyedül, a kollégáim jelentős része olyan, aki valaha úttörővasutas vagy gyermekvasutasként kezdte a pályáját, és ez mind a mai napig elmondható, hogy az itt szolgáló gyerekek közül sokan maradnak utána a közlekedési ágazatban. Azt vettem észre, minden egyes generáció felvándorol ide, elvégzi a saját egyik, másik, harmadik gyerekével, ahogy ő vele is elvégezték ezt a rituálét, hogy felültetik a gyerekvasútra, visszazarándokol a gyermekkori élménye helyszínére. És van, akinek ez meg megmarad, mint neked. Igen. Mivel egy képzeletbeli utazáson is részt veszel, ezért átnyújtok két olyan jegyet, ami inkább az úttörővasút emlékét idézi. Hát jelenleg már pénztárgépeken nyomtatják a jegyeket, de ilyen kéregjegyek is vannak még vésztartalékban. De ez még van? Ilyen van? Igen, a végállomásokon még van ilyen, de csak akkor szokták használni, hogyha pénztárgépek nem üzemelnek. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Ezek a jegyek nekem gyermekkoromban ilyenekkel utaztunk a vonattal, amikor mentünk Sárvár felé nagymamáméhoz. Köszönöm szépen. Kellemes utat. A Normafa a Nemzeti Színház tagjainak kedvelt kiránduló helye volt. Normafa, hajdani dőn, itt lengett lombod a szélben, ünnepi hegymászók vígdala szállt körüled. Normafa, majdani dőn lombod közt éled az ének, győzve sivár közönön, győzve dühös viharon. Devecseri Gábor. Az eredeti Normafa, ami egyébként egy viharbükk volt, és érthető is, hogy miért egy viharbükköt ültettek erre a szeles helyre, az 1920-as években villámcsapás miatt kidőlt. Aztán a budapesti opera és művész sportkör újat ültetett, ezt. Azonban kötődik az eredetihez egy másik legenda. Egyszer Nyári Pál ezen a helyen átnyújtotta Sódelnék Lein Rozáliának a közönségdíjat, az énekesnőt megihlette a fa, Norma díszlete jutott eszébe, örömében elénekelte Bellini Norma operájának nagy áriáját. Szűzi istennő, aki beezüstözöd ezeket a szent öreg fákat. Hát innen a Normafa elnevezés. Kelljen fel, jegyeket kérem. Pillanat. Ez az. Tessék, parancsolj. De köszönöm jó. Szépen. Elnézést, megnézhetem azt a... Igen. De jó.
Gyerekkoromban mindig szerettem volna ilyet használni. Használtam én? Igen. Kedves vagy. Csőre Gábor vagyok. Kálmán Mátyás. Szia Mátyás. Itt dolgozol? Hát hobbi szinten. Hobbi szinten. Tehát pénzt nem kapsz érte? Nem. Melyik a kedvenc szolgálati helyed? A rendelkező, meg a váltókezelő. Az miért jó a váltókezelő? Hát főleg Széchenyi hegyen, mert ott az különlegesebb. Igen, a váltó? Igen. Mitől különleges? Hogy ott egy torony van, és ott ilyen emeltyűkkel kell állítani, nem ilyen súlykörtével. Aha, súlykörtével, hanem emeltyűvel? Igen. Hát ez mi külön szakma ez? Mi lesz, ha nagy leszel? Hát vagy mozdonyvezető, vagy... Végre egy mozdonyvezető, igen. Vagy valahogy így a vasút terén. Nagyságos Jókai Mór úr, magyar író és országgyűlési képviselőnek kiváló tisztelettel Budapesten, Budapesten pont. Mélyen tisztelt nagy hazafi, szeretett barátom. Ezt ő egy nagyon nagy becsben tartotta, mindig szalonjának a közepén volt. Természetesen most vagyunk, ez egy présház, ez a Jókai eredeti présházának egy kicsi szobája. Ennyit sikerült megőrizni így a Jókai emlékének. A villa az a kert másik területén volt, 1960-as évek elején még megvolt, és sajnos akkor valaki úgy ítélte meg, hogy olyan ingatag állapotú, hogy inkább lebontották. Itt a kertben is Jókainak még számos maga által ültetett fáját lehet látni, azokat a hársfákat is, ahova ő elszerette volna magát temettetni. Már az 1830-as években ez egy kedvelt helye volt, elsősorban az ilyen bohém társaságoknak, színészeknek. Nagyon sokan jártak előadások után fel, ilyen szamárfogatokkal felhozatták magukat, és itt kicsit esténként mulatoztak, érezték magukat. Schwab egy teljesen egy üres, vadregényes terület volt, egy-egy házzal és egy-egy fogadóval, és ezekbe a fogadókba jöttek el a színészek, és majd, amikor az 1840-es években már Jókai is közel kerül a színházi világhoz, akkor megismerkedik Laborfalvi Rózával, majd a történelemnek a következményeként bújdosásra kényszerül, és 1849-ben Laborfalvi Róza pont itt a Schwab-hegyen bújtatja. A Jókai Schwab-hegyel kapcsolatban megél egy nagyon vidám és egy ilyen felhőtlen korszakot, és megéli azt is, hogy itt ez a táj őt elrejtette. A biztonságot. A biztonságot. De ő sikeres mezőgazdász is volt, tehát nem csak arról van szó, hogy ő csak úgy kertészkedett, hanem ha jól tudom, a filoxéra ellen is sikeresen védekezett. Annyira sikeres volt, hogy őt beválasztották mindenféle szakegyesületbe, és az általa termesztett gyümölcsökkel, zöldségekkel díjakat nyert. Sokat utazott Jókai? Nem csak a képzeletében, hanem ténylegesen is. A valóságban is elég sokat utazott, európai túrákat tett feleségével, volt egy hatalmas csigagyűjteménye, arra volt a legbüszkébb. A csigákat szemlélve, utána olvasva megírta a csigák regényét. Gyarmati Fanni Radnóti Miklós felesége volt. Milyen szép. 1935-ben házasságkötésük évében kezdte meg a naplóírást. És az utolsó bejegyzés 1946-ból való. Amikor bizonyosságot szerzett arról, hogy Radnóti Miklós a férje már 2 éve halott. Vajon az elhallgatás, az elhallgatás után járt még a valaha boldog kirándulások helyszínén. Felszaladok délután a Schwab-hegyre. Olyan gyönyörű az őszi kertek szaga. Olyan drága, ismerős. Olyan drága, korán lejövök este, mert órám is van. Korán lejövök este, mert órám is van. És fáradt vagyok a nem alvástól. Mik verse a Hispánia, Hispánia, megjelenik a gondolatban. Este érte megyek a nyomdába.
Mindenütt az utcákon, nyitott ablak mellett Hitler és Mussolini beszédeit, hörgéseit, üvöltéseit közvetítik, és hallgatják. Rettenetes. És bők hozzá a tömeg. Százkét évig élt. Zsolt, te ilyen svábhegyi helytörténész vagy, autodidakta módon itt ezt az egészet tudod. Most azért hoztál ide, mert ez egy nagyon különleges hely, ez a ház. Ez egy társasüdülőnek épült ez a ház, és itt az emberek különböző légyottokra jártak fel. Lakásokat birtokoltak általában gazdagabb polgárok, családok. Ide feljártak, talán ki is kölcsönözték a szobákat, tehát garnizszállóként is működött ez a dolog. Úgyhogy 42 és 44 között itt egyfajta paradicsomi állapot volt. Ami megváltozott, 1944 német hadsereg beteszi lábát Magyarországra, és egy hónapon belül megkezdődnek a letartóztatások. És itt kerül be a képbe Karádi is. Ő vőlegénye Újszász István volt, aki a Horthy kémfőnök. Mint minden terrorszervezet, általában a családtagokat és ismerősöket is letartóztatja. Ide hozták őket? Vagy igen, igen. Ez a Gestapónak egy központja lett akkor? A Gestapónak a központja volt, méghozzá a harmadik birodalom ellenes tevékenységekért. Itt folytatták le a vizsgálatokat. Ebben az évben? Gerhard Klages, Otto Klages vezetésével. És Karádit ide hozták fel a harmadik emelet először. És mit csináltak itt vele? Először belódították egy szobába. Itt a harmadik emeleten valahol, azt nem tudjuk pontosan, hogy melyikbe, de itt belódították, majd egy fél napon keresztül, tehát éheztették, és utána levitték egy alsóbb irodába. És ott Gerhard Otto Klages vallatta. Karádi leírásai szerint itt fogát kiütötték, hajátnál fogva kilógatták az ablakon. Olyan kérdéseket tettek fel, amiről egyszerűen fogalma se volt. A Karádinak politikai meggyőződése sem volt, hogyha Kádár Gyulát idézem. Megkérdezték, ugye az újszászi ellen az volt a vád, hogy kémkedés, külön békekötési szándék az amerikaiakkal, tehát egyfajta kiugrás a háborúból, és mivel Karádi bekerült ebbe a körbe, azt kérdezték tőle, hogy hol a rádióadó, hol a leadó. Amiről fogalma sem volt, mert azt se tudta, hogy mi az, hogy rádióadó. Karádi azért a kor ünnepelt sztárja, hát gyakorlatilag egy akkori celeb. Nem kereste őt senki? A külvilág hamar leírta Karádit ilyen szempontból, sőt, még a börtönben még jókat is löktek rajta, hogy ő, na mi van, ez lenne az ünnepelt híres díva. Karádival a Gestaponak csak az volt a problémája, hogy ő újszászi eljegyzetmennyasszonya? Nem, Karádi az üldözöttekért kiállt, őket bújtatta. Oda lépett a művésznő ékszerekkel, és kivásárolta a gyerekeket a Dunapartról. Újszászi István vezérőrnagyot látjuk itt a képen, és ez az ő életleírását tartalmaz ez a könyv, valamint az ávon tett vallomásai. Tehát ugye Újszászi István föladja magát a háború végén a szovjeteknek, akik őt elhurcolják Szovjetunióba, fogolytáborba, majd 1948-ban Újszászi István depatriálják Magyarországra, a szovjetek visszaadják az ÁVÓ-nak és a KATPOL-nak, a katonapolitikai osztálynak, akik különböző témaköröket, házi feladatot adnak neki, mindenféle dolog a Hortival való kapcsolata. Ja, hogy írja le? Hogy írja le. Azon kívül, hogy kell titkos szolgálatot csinálni. Tehát az AVH, az ÁVÓ per AVH tőle tanulta meg nagyrészt a titkos szolgálat tagozódását. 48 és 51 között kellett neki meghalnia. A legutolsó életjel, amit tudunk, az ÁVÓ-s vallomásai végén van egy ilyen feljegyzés, hogy már nem tudok elbúcsúzni az altábornagy úrtól, Péter Gáborról van szó, de nagyon szépen köszönöm a sejem nyakkendőt, amit küldött. Nem tudom, hogy mikor lesz módom elbúcsúzni öntől.
Az úttörő vasút a népi demokrácia és a három éves terv legszebb ajándéka a mi reménységeinknek, a mi gyermekeinknek, mondotta Gerő Ernő miniszter. Soha semmit nálunk még ilyen lelkesedéssel nem építettek. Hálából jó munkát végzünk, ígérte 150 ezer úttörő nevében egy 13 éves kalauzfajtás. A vasútépítő Gerő pajtás legkisebb munkatársai boldogan teljesítik kötelességüket az első úton. Szabad a jegyet Rákosi pajtás. Rajk pajtásnak nincs jegye, fizessen bírságot. Kivétel nincs. A gyermekvasút komoly dolog. Ez lett a veszted, mind a kettőnk veszte. E csillagos, mély, forró május este. Az egyik is nem kilátással rendelkező lakás, az Hamza Erzsébet takarító nője volt, aki a ház tartozékaként szerepelt. Ő mosta például a vért fel a kihallgatások után. Nagyon érdekes, mert egészen a rendszer váltásig itt élt ebben a házban. Később a ház lakóinak elmesélte a történeteket. Menjünk le, nézzük meg hát, ha ennek a háznak esetleg egy ígéretesebb, jobb hangulata van lent. Nézzük meg, de előtte egy ajándékot szeretnék adni, amire az előbb meséltem, és ezt már az utazó táskádba el tud tenni. Köszönöm szépen! Ez gyönyörű aláfestés volt így a ez svábhegyi hangulat. Ez volt a hétfő délután. Köszönjük szépen. A Svábhegyen. Című művem. Ez a te műved? Igen. Hétfő délután. Ez tényleg gyönyörű. Én nem mondom, hogy nem szép. De azért így azért cidri van. Tehát azért ez hideg, szeles. Erre már Jókai is utal, képzeld el. Igen? Tehát ez egy szeles vidék, és amikor ő megvette azt a 3 hektáros birtokát ott a Költő utcában, akkor hát ő fákat kellett, hogy ültessen, hogy lefogja a szelet, és még Szibériának is hívta a birtokát, a szelek miatt. Igen, ez így igaz. De adódik a kérdés, hogy miért hívják a Svábhegynek? A svábok ide betelepültek a Svábhegyre. De vajon miért? Nem lehet, hogy a vincelérség miatt, a borok de, miatt? De, itt élénk szőlőművelés folyt, tehát hogyha én most is kinézek, akkor általában most is a szőlőt látom, és nem pedig ezeket a lelki szemeim előtt. Értem. De ezt a filoxéria sajnos kipusztította az 1880-as évek körül. Aztán elkezdtek a politikusok, és tehát így például Ötvös József, Báró Ötvös, Jókai többek között, aztán itt volt például nyaralója Erkelnek is. De tehát nyaralókkal kezdődött. Nyaralókkal kezdődött, azt mondja, igen. Azt mondta magának a tisztes pesti vagy budai polgár, polgár. Igen, hogy én azt mondom, hogy én kiköltözök a város zajából, és mondjuk feljövök ide. Innen igen, még látom a saját házamat is, így van? Így van. És erre egyre többen szoktak és rá? És aztán egyre többen szoktak rá, és civil kezdeményezés indult meg. Ez nagyon fontos, mert a Svábhegyen a civil kezdeményezés teszi lehetővé a vízvezeték, és az elektromos hálózat felhozását az 1910-es évekre. Mi hívta őket ide, a művészeket, politikusokat? Mindenkinek szüksége van kirándulni, tehát kirándulni a dolgokból és kikapcsolódni. Ha az idillt keresed, és most fölnézel erre az üdülőházra, ezekre a kis gyönyörű szép apartmanlakásokra, egy szobás, a saroklakások általában azok több szobásak, hát itt micsoda fantasztikus, romantikus együttléteket meg lehetett élni azoknak a házaspároknak. Jó, hát mondjuk úgy kinézve, hogy a teraszon borozgat, és igen, közben pontosan látod erre. Budapestet, magasabban vagy, jóval, mint a Gellért-hegy, hát így azért nem csúnya. Csak hogy ne veszítsük el Karádit még a beszélgetésünk végére. Mi történt vele a II. Világháború után? 1948-ban forgatott még egy filmet, de ő nem nagyon tudta egyrészt azt a kort restaurálni, tehát a gróf kisasszonyokra, valamint a Horthyra, a szereplőire nem volt többé szükség. Színházi szereplései voltak, és vidéki szereplései is, de érezte, hogy fogy a levegő, és hát ezért ő elhagyta az országot. Tulajdonképpen Karádiból nem maradt nekünk semmi, csak az emléke, meg a dalai, így van? Igen, egy hamvadó cigaretta vég, valamint egy gyertya. És most útra valónak én a táskádba, meg a füledbe.
cigaretta vég, Glahamot álltán, s csendem végig. Utazzanak tovább a Magyar Krónika novemberi számával, ezúttal Komáromba,